Was ist diese, Modul? Was ist diese Modul? Hát, mi van a, tehát hogy ő a kvadratúra ő bemegy ide, ő megkapja a quantizert, a quantizer a másik elefót bántja, és a noise pedig a random kimenet az meg retriggereli a quantizert, és akkor ugye a quantizer az most majorra van állítva. És a quadrature elefót azt most WCO-ként használod? Igen. Aha. Itt van a... Ugye a quadrature elefó az igazából egy low pass filter self oscillation-be. Az nem, az igazából olyan, mint egy 24 dB low pass filter, nem is tud izé pontos hangolást. Igazából... tehát ez a 100 000 forint alatti patch. Igazából így lehetne nevezni. Meg én azt szeretem a quad elefóba, hogy így saját magát is tudja basztatni. Tehát, hogy ez már is nem egy csak egy színusz, hanem... Igen, jó tipp. Hanem, hogy valami egész más. És hogyha már kettő is van belőle, akkor ugye még viccesebb tud lenni. Meg amit mindenkinek ajánlok, a TikToknak ezeket a stackes kábeleit. Mert ugye nem kell izé multizni, tehát azt mondom, hogy randomizálni akarok, és akkor ez most kell nekem még egyszer, ez a kimenet, és akkor mondjuk csinálok valamilyen feedbacket, mert ugye ez az LFO, ez adja a quantizingnak a CV jeleket, ami meg beállítja. És akkor most ő is megkapja a random jelet, mondjuk. És akkor mondom, ez már nem is izé sine wave, hanem valami egész kis kellemes. Valami egész kellemes dolog. És akkor igazából még nem is igazán szórakoztunk el ezzel, mert mit tudom én, itt vagyok, mondjuk még egyszer, ja nem, most már így is itt vagyok, tehát nem kell még egy madzak hozzá. Tehát, hogy az ADSR, ami itt van, egy quad ADSR, kell neki egy óraján, és akkor az LFO-ból sima kis square, és akkor ő most el is kezdte itt bántani, mert ugye ide bentünk be a WCA-ba. Tehát, hogy... ugye most, hogy van egy nagy atakom. És akkor lehet egész hülyeskedni. És akkor tudod, itt növeld az egészet. Egész nyugis tól. Tehát még egyszer az E7-től csak azért nem tudjuk követni. Van egy audio jelünk, az ugye az ide bemegy. Most jelent, az audio jelnek az audio jel az úgy tud dallamok szerint melodikusan változni, hogy egy quantizernek a CV jelét kapja meg. A quantizer az ennek az elefónak a színuszát kapja meg. A négyszög kimenet az bemegy az ADSR-be, és az ADSR pedig a WCA-t kezdi el hangosítani, halkítani. És a WCA-ba pedig... a WCA-ba mi megy bele? Hát az audiójel, meg az ADSR. Tehát ő most audio rétre dolgozik, amúgy így is, így ugye már nem lehet, itt csak így pattog-kattog. Na most ugye lehet még szórakozni, mert mit tudom én, azt mondom, hogy... És mondjuk egy ilyet, tehát az, hogy az órája az ne LFO-ba jöjjön, vagy az LFO az külső óráját is tud tovább adni, tehát hogyha mondjuk... hát persze. Az Express Sleepers-nek a plugin-t szeretném használni és integrálni egy... Reset bemenet, az arra jó, hogy megkapunk egy másik, most így hirtelen nem találok itt most másikat, de
megkapok egy másik jelet, és akkor... Tehát mondjuk egy MIDI to CV konverterből. Innen mondjuk képzeletbeli MIDI to CV konvertered, és akkor ezt lehet resetelni, ezt az LFO-t, és akkor szinkelhető. Tehát nem csak CV-zni lehet, hanem resetelni is. És akkor, úgy ezzel el lehet szórakozni. Én azért szeretem a Dubfert, mert kurva olcsó, és rohadt jól el lehet vele szórakozni mégis. És mégiscsak ők voltak az elsők, akik így ezeket a dolgokat így kitalálták. Tehát érted, Buklánál is van envelope follower, sokszor ennyibe kerül, de mégis, mit tudom én, lényegében a funkciót valahogy lekoverolja. Mondjuk ilyen funkcionális, tehát LFO burkoló ilyesmiket érdemes mondjuk dobfertelni, és hogyha az ember sokkal minőségű hangforrás, meg szűrőket, meg ilyeneket akar, a Buklánál külön van választva a CV és az audio, tehát ott egész más, hogy ott az két külön világ tulajdonképpen. A Dubfernél ott egybefolyik a CV meg az audio. Nyilván lehet a Buklánál is audio rét dolog, de hogyha egy dolgot ugye a bácsitól megkérdezte, nem is tudom, van vele egy ilyen hosszabb dumcsizás, azt hiszem Electronic Beats-es vagy Red Bull-os workshop, nem tudom mi. Hogy így, ha egy dolgot kéne mondani, hogy szétvesz a Dubfer és az ő közte, vagy Eurorex ő közte között, hogy nála tök külön megy a vezérjel, mert sokkal precízebb. Ugye, ha meghaladsz egy bukla cuccot, akkor így olyan, szóval így nagyon durva atomikus pontosság van. Ez nem pontos. És egészen addig vágysz rá, amíg tehát... nem látod meg az RC-ből. Ja. Hát, de mondom, nekem elég egy sikú, de aztán nyilván érted, lehet, hogyha egyszer a kezembe kerülne, akkor valami jó pofa dolgot lehetne vele csinálni. Na most szintén egy érdekes dolog tud lenni, hogy mondjuk ugye innen, és megint ez a nagyszerűség, hogy így most itt egy multiple, de nem, még mindig nem használtam, mert mindig ennyi elég volt ez a sárga madzag. Ez itt egy BBD. A BBD-t azt ismeri valaki? Nem. Na, mit tud a BBD? Mondd el, és addig én meg nem csinálok semmit. A BBD... A BBD az ugye... Tehát, hogy... Az mi a lényege a BBD-nek? Az Bucket Brigade. Delay. Aha, tehát az egy delay. Na, ez valahogy nem úgy hallatszik, mint egy delay, ugye? Tehát, hogy így... Mert itt tulajdonképpen arról van szó, hogy icipici sample and hold láncok gyakorlatilag ilyen analóg pixelesen tárolják el a frekvenciát, és akkor szépen itt tovább adódik. És van egy körülbelül. Na, nézd a család. Van benne egy VCO, ami az óraélet diktálja, ez a delay clock. De a Dubferben az a vicces, hogy általában, ha egy gitárpedálba kapod meg ezt a delay-t, akkor pedig ők is szerintem inkább szalaggal nyomtak. Tehát, hogyha ha megkapod ezt a Dubfertől, akkor ebben nincs se szűrő, se semmi korrigáló. Egy gitárpedálba veszed meg, akkor általában van egy durva low pass filter, hogy így leszűrje. Mert mi történik? Hallatszik a WCO-nak az órajelet. Hát nézd dubstep. Hát nem akkor lesz dubstep. Magyarul közben vannak egymásra mintek, hogy miért tudom, hogy miért kressen szerint. 20 kHz alá ment a WCO, ami az órajelet diktálja a delay-jelen. Tehát azt mondom, hogy... Ja, hogy van egy órajeled, amivel... Igen. Pillanat. Artikulálatlan hangok. Múltkor sem nagyon sikerült, ezt megcsinálom. Na. Aha, igen, tehát az a drive-et tulajdonképpen. Ez a feedback. De
Tehát most az elefótól próbáljuk az órajelet modulálni. Vagy audio rétbe visszajövünk, mert itt még van két szabad kimenet, de ezért imádom ezt a modult. Ez már egy feedback, ugye? Ezzel nem tudsz tiszta hangolást csinálni. Mondjuk egy izé kell, egy normálisabb oszcillátor. Tehát mit tudom én, ide menjünk egy oszcillátorba, ez egy rendes jó oszcillátor. és akkor innen megyünk ki. Inkább mondjuk legyen itt akkor egy átöltösek kedvére egy square. Most ugye itt közben triggereltünk egy zajja. Az elefos fölmegy audio rétbe. Most ugye ez a quantizer, ez sequencer. Most ebben most pont nem raktunk sequencer, de például egy sequencerre lehet használni, és akkor egy quantizer a sequencert azt mindig oda fogja beállítani, hogy egész hangnak megfelelő, vagy fél hangnak megfelelő tartományba esen. Tehát nem tudod elcseszni úgymond azzal, hogy mellé nyúlsz, túl küldesz egy CV-jelet, és aha, akkor... Tehát a quantizer az egy sequencerrel, az tökéletes igazából. Csak most pont egy elefóra kötöttem rá, csak hogy látsz, hogy azzal is ugye próbálkozik, hogy megpróbálja beállítani egész hangnak megfelelően az ilyen esését.